A fesztivál előtti napokban megtartott sajtótájékoztatón a szervezők, a Szegedi Kétágú Hegy Egyesület és a Magyar Kanizsai Cinema filmműhely vezetői elmondták, hogy a második Magyar Kanizsai a 7 ópusztaszerivel együtt összességében már 9. Magyar Természetfilm Fesztivált az idén is csak nagy nehézségek árán tudták megszervezni, az első nap látogatottsága azonban mindenképpen igazolja a páratlan rendezvény létjogosultságát. Egy nagy csoport egyetemista érkezett Magyarországról, akik megnézték a délelőtti filmeket. Valószínűleg, hogy délután, illetve a holnapi nap folyamán többen érkeznek a városból is, illetve úgy, ahogy tavaly alkotók is, akik eljöttek a saját filmjeiket, vagy a barátaik filmjeit megnézni. Mindenképpen naponta egy 300 személyre számítunk. A fesztivál kísérő programjainak keretében a péntek délutáni megnyitó előtt a Művészetek Háza előcsarnokában megnyílt Gergely József zentai természetfotós kiállítása. A biológus, újságíró és természetfotós a fesztivál tematikájához szervesen kapcsolódó fotói mellett vasárnap bemutatja Madárnaptár című legújabb könyvét is, de zsűritagként is kiveszi részét a fesztivál munkájából. Valóban színvonalas és nagyon rangos természetfilmek érkeztek a versenyprogramba. Van külön amatőr és külön professzionális kategória is, hiszen tudjuk, hogy természetfilmet forgatni, én mint természetfotós is mondhatom, hogy igen időigényes, költséges és egy nagyon nehéz ága a filmművészetnek. A szombati programban délelőtt 9 és este 8 óra között 23 versenyfilmet vetítenek. Közben 17 órakor sor kerül Veres Zsolt geográfus, a Magyar Földtani Védegylet titkárának a Kárpátok gerincén című előadására is. To crush bone, then those are for their expense.